Most csak az lehet a cél az itteni, mostani kapitányunknak, elbeszélgetve a játékosokkal, hogy mindent föl kell tenni egy napra. És csak az lehet, hogy itt ugye csak a győzelem. Itt semmi más nem elfogadható. Bár utoljára 34 éve nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, de ez nem teheti elbizakodottá az északiakat a jövő heti Európa-bajnoki pótselejtezőn, állítja Mésző Kálmán, aki 1981-ben szövetségi kapitányként vezette sikerre a válogatottat. A norvégok természetes, hogy nagyon sokat változtak, fejlődtek, stb. Stb. Én nem akarom ledegradálni őket egyáltalán egy pillanatra se, de azért ők is elgondolkodnak, hogy itt volt valaki, 81-es időszakban a spanyol világbajnokság előtt, akik oda-vissza mind a kétszer megvertek bennünket. Ezt nem lehet azért a magyarokat így félváról venni. Mésző szerint a pótselejtezőn most sokkal több múlik, mint a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplése. Mindig valami olyan nemzetközi kupán ott voltunk, ami az mostanában az utóbbi időben nem történt meg. Ez elgondolkodhat a játékos felé is, és nem akarok nagy terheket róni rájuk, de semmi más nem lebeghet előttük. Ha ma kérdeznék meg egy pár játékost, kapásból kell mondani, hogy kérem, csak a győzelem, és semmi másból nem lehet kiindulni, és semmi másra nem lehet gondolni, mert csak ez éltetheti tovább a magyar labdarúgó válogatottat, bennünket, a Magyar Labdarúgó Szövetséget, hogy kijutottunk újra hosszú évek óta egy Európa bajnokságra. Az emlékezetes dokumentumfilm az, és Mésző a kapitány megmutatta, hogy 1981-ben hogyan lelkesítette és hajtotta a győzelembe a válogatottat Mésző Kálmán. Csak higgadtan, nyugodtan, gyertek csak, Laci, lehet indulni ki. Ti mehetek. Tessék csak odafigyelni, 45 perc van előttetek, nem létezik. Ha más nincs, akkor egy gól a Tibi, ki kell brigölni, meg kell nyerjétek a meccset. A korábbi szövetségi kapitány most is tudja, mit kellene mondani a csapatnak az öltözőben. Itt nem lehet megijedve, vagy bármire hivatkozni, semmire, vagy idegenben, jaj, most ez lesz, meg hogy lesz, meg mi lesz, a norvégok így vannak, nem. Akkor már ne is jöjjön. Tehát a játékos oda vágott keretbe, aki nem hisz ebbe. Mert itt a következő van, a románok ellen, amikor játszottunk, én azt mondtam, aki nem tud erre fölkészülni, itt háborúba megyünk, bocsánat a kifejezésről, Romániába. Mert olyan küzdeni tudást kell bebizonyítani. Most itt az életünkért, a jövőnkért, a fiatalok jövőjéért harcolunk, hogy kijussunk az EB-re, és ez nem lehet más eredmény, csak az, hogy a magyar csapat túljutott a norvégokon. Mésző Kálmán aggódva figyeli a válogatott körüli változásokat, ami szerinte nem a legjobb megoldás volt a pótselejtező előtt. Ez az ember, ez idejött, a Dárdaival való beszélgetés alapján elfogadta X-et, Y-t és Z-t, és pont akkor csinál egy váltást, amikor az utolsó, hát hogy mondjam, vagy a mennybe mész, vagy a pokolra. Tehát nem is értem a gondolatmenetét. Hát ez az, a Dárdai biztos nem így csinálta volna, tehát ebbe 100%-ig biztos vagyok, és nem is értek vele egyet, hogy ezt a változást megcsinál. Mésző Kálmán a kritika ellenére természetesen nagyon szurkol a magyar válogatottnak a norvégok elleni jövő heti pótselejtezőn. Biztosan örülne neki, ha már csak néhány napig emlegetnék úgy, az utolsó kapitány, aki legyőzte a norvégokat.